elindult a Lili suli, úgyhogy erről fogunk beszélgetni a következő pár percben. Itt van már velem a stúdióban Horváth Lili színművész. Jó napot kívánok! Jó reggelt, jó napot kívánok! Nyáron is volt Lili suli, de most ősszel egy nagyon komoly projektbe kezdtetek vele. Igen, mert vele. A Lili suli ugye már egy éve ugye a Hadszín Teátrumban Pesten volt, és akkor hát ez egy kicsit ilyen kényszerű költözés volt több okból, és akkor ez egy teljesen véletlenszerű dolog, ahogy én most Budára kerültem. A tervem, azt tényleg ezt régen beszéltem arról, hogy ezt a Lili sulit úgy bővíteni, úgy ugye ez két csoport volt ezzel a dráma foglalkozással, hogy olyan fejlesztéseket magam köré venni, olyan gyerek, most ez a fejlesztéstől valaki meg szokott ijedni, de a lényeg az, hogy olyan jó gyerektanfolyamokat, programokat, hogy egy kicsit egy ilyen gyerekszülő közösségi térré válni ezáltal, és amikor engem fölhívtak, vagy kaptam ezt az ötletet, ezt a helyszínt, ahol egyébként most a Lili suli van, akkor én rögtön láttam ebbe, hogy itt ez tud lenni. Ugye ez Budán van egy játszótér közelében, nem tudom, lehet-e címet mondani. Persze. A Vérhalom téri játszótér közelében, a Vérhalom utca 32B szám alatt. Egy kicsit meseszerű villa, fönt lakik egy nagyon idős néni a kutyájával, és hát két lakás van ebben a régi villában, és egy csodálatos, egy ilyen nagyon zegzugos kis kert, sőt, még egy kerti színpad is van, ami egyébként egy garázs tető, de én beműfűveztem, tehát tényleg mint színpad is tud funkcionálni, és ez már egy tanodaként működött ott, úgy fél évig egy hölgy csinálta, és akkor én ezt átvettem tulajdonképpen, és átformáltam, gyúrtam, és így lett most itt a Lili suli. Most pedig a megnyitóról láthatunk képeket, varázslatos igen, hely, igen. De hát mitől lesz varázslatos hely a Lili suli? Hát például ugye a helyszín, akkor ott látjuk Iván bácsit, Iván, aki tulajdonképpen a zene szeretetét árasztja magából, és mindig hoz egy nagy zsákot, azt kiszórja hangszerekkel, és akkor minden gyerek oda van. Hát itt a bambusz fuvalától a klasszikus igen. gitáron át, igen, a hegedű, minden citera, van. Mindenféle furúja. A gitár, igen, tehát neki lesz egy óra rendszerűen működünk, mind az iskolába. Ő hétfőnként lesz, neki lesz csoportos foglalkozása, de lehet egyénibe is tanulni tőle. Akkor ugye van az én kis csoportom, illetve hétköznap is most már lesz egy csoport. Van Stankai Bedőkbe, aki pedig csodálatosan agyagozik, kézműveskedik, ő fejlesztő jelleggel is egyébként a problémás gyerekekkel. Hát őt is imádták itt a nyitónapon, tehát minden kis gyerek ott agyagozott. Lesz nekünk mozgás, lesz anyukáknak is délelőtti programba mozgás, illetve lesz ilyen pici óvis balett, ő Kis Pál Anita, ő például a Rockszínháznak a régi Rockszínháznak volt egy táncos nője, meg most koreográfus is. Tehát olyan embereket gyűjtöttem magam köré, akikről azt gondolom, hogy egyrészt ugye gyerekszeretők, értenek nagyon a szakmájukhoz, és hogy ebben a térben nagyon jól tudnak működni. Gyakorlatban hogyan működik akkor a Lili suli? Mert mondtad, hogy órarend alapján igen. dolgoztok, de délelőtt, délután igen, is vannak foglalkozások? A gyerekfoglalkozások délután vannak, illetve a kisbabás anyukáknak, akik ugye nagyon magamról is tudom, otthon vannak, lesz hétvégente családi ringató vasárnaponként, ezt nagyon szeretik. Délelőtt lesz egy ilyen babamama klub, illetve lesznek anyukáknak felnőtt jóga, felnőtt balett, tehát szeretném a idősebbeket egy szenior tornára is, tehát a délelőttöt is kihasználni, és akkor délután indul a gyerekeknek a iskolai élet, ugye az iskola óvoda után, és nagyon sok eseményt szeretnék, meg közösségi programot, tehát tényleg a szülinapoktól elkezdve a könyvklubon át, tehát ahogy így telik be a tér, úgy látom, hogy nagyon jól működik, és ezekre lesz ott lehetőség. De kiknek ajánlott a Lili suli? Milyen megmondom, korosztály? 0-tól 12, azért állok meg a 12-nél, az én nagyfiam 12, ő már tanár segédkedik, mert ott azért a kamaszkorral ott egy kicsit más irányt vesz a gyerekeknek a érdeklődése, illetve én addig meghúztam a határt, aztán lehet, hogy majd tovább megyünk, és azért mondom, hogy szülőknek és felnőtteknek is, mert szeretnék nagyon sok olyan témát, ami a szülőséggel, a gyerekneveléssel kapcsolatos, úgyhogy tényleg azt mondanám, hogy aki már szülő, vagy szülővé szeretne válni, mert lesz kismamás tanfolyam, például Halász Katalinnal, vagy aki segíti a kismamákat, ugye felkészíti maga erre az anyaságra,
Tehát ez a, ami tulajdonképpen az embereket, a anyukákat, apukákat foglalkoztatja. A 12 év szerintem az egy váltókor, mert ott hirtelen azért már úgy felnőtt lesz, és kicsit már úgy elengedi az ember a gyerek kezét, vagy már látja, hogy melyik az a sport, melyik az az irány, amire tényleg aztán már nagyon, nagyon rá lehet állni. 12-ig meg szerintem az a jó, ha minél több inger és jó dolog éri őket. De alapvetően ugye ti a művészeti irányt képviselitek, vagy igen, itt a különböző művészeti ágakkal. Például van egy hölgy, aki iskolai fejlesztést csinál. Tehát például akinek ugye problémája van egy kicsit a tanulással, vagy iskola előkészítő, ő is ott van egyik délután. Úgyhogy a terv az lenne, hogy én mit szeretnék álmodni, hogy tulajdonképpen iskola után, vagy óvoda után oda kerül a gyerek, akár ha akar részt vett egy iskolafejlesztésen, egy zeneórán, vagy egy dráma órán, és hogyha éppen adottan úgy jön ki az órarend. Tehát, hogy egy kicsit, mintha hazatérne, egy ilyen tanulószoba jelleggel működne ez a dolog. Ha jól emlékszem, azt mesélted korábban, de lehet, hogy az emlékeim csalnak, hogy te sem voltál az a nyitott én gyerek. Én egyáltalán, de nem színpadra születtél. Na most nem. Az ilyen típusú gyerekeknek, akiket úgy ki kell nyitogatni, nekik ajánlottak. Hát hogyne, én mindig azt mondom, hogy én nem, tehát ugye ki kell írjam azt, hogy színjátszás, dráma, pedagógia, de nem szerettem ezeket a szavakat, mert pont azt gondolom, hogy ez a nyitogatás, ez érdekel engem. Ugye, aki nagyon nyitott, abból tudod, egy kicsit az ember visszább vesz, ahol kell, de aki meg nem nyitott, az pont azt, hogy egy kicsit önbizalma legyen, hogy például az iskolában jobban tudjon felelni, hogy tudjon beszélgetni bárkivel, be tudjon mutatkozni, ne legyen szégyellős. Én nagyon olyan voltam, tehát én ugye ezt az irányt onnan indultam, és lettem ez, tehát hogy én tudom, hogy az milyen. A kis csilányom az ott, nem tudom, hogy a képeken látszott, tehát ő aztán nem merő kiáll, és ott hegedül a színpad közepén, ő teljesen más, de én nagyon egy ilyen kis visszahúzódó kislány voltam. És akkor azoknak abszolút jó segítség lehet, teljesen, hogy kapjanak. Tehát nem arról szól, hogy én most négy verset adok, és ott rögtön szavalni énekelni kell, hanem pont a játékokon keresztül, igen, hogy egy fokozatosság. Kicsit, igen. Ez fontos. Itt azt is írod, és erről is már beszélgettünk, hogy Földesi Margitnál azért te így tevékenyen részt ma vettél, meg hozzá, tanultál is. Igen, nála. Hát én folyamatosan... Tehát sok tapasztalatot kaptál teljesen. Tőle. Ugye a Margitban az a csoda, hogy ő egész felnőtt korosztály csoportja is van, meg a egyetemre, most már a színművészeti egyetemre is készít, sőt, előadásokat is csinál. Én most úgy azt gondolom, hogy megmaradnék ennél a pici korosztálynál, aztán ki tudja, mit hoz a jövő, de nagyon érdekes, mert van olyan, aki hozzá is jár, hozzám is jár, vagy én küldöm, mert már nagyobb a Margithoz, tehát, hogy van egy ilyen, tulajdonképpen ez egy közösség, csak én most egy kis ágazat vagyok, csak ugye nálam többféle dolog is van. A Margitnál ugye tényleg ott erre koncentráltam, vagy együtt van a zene, mozgás is, ez a drámapedagógia. Na most azt is mondtad, hogy nullától 12 éves igen. korig, nem, ott, hogy és osztott a nulla... be a csoportokat, vagy hát itt most a 3 éves, a 12 éves? Nem, hát természetszerűen korosztály szerint, tehát most van az, hogy a nyitó napon hál' Istennek sok jelentkezés volt, és akkor megpróbálom a 3 évest, ugye az 5 évesig, és a 6-tól a 8-ig, tehát csoportokba rendezni, mert hát ilyenkor nagyon fontos, hogy ugye korosztály szerint legyenek, tehát egy 3 éves nyilván az ember nem tesz 10 éves mellé, de mondjuk nagyon helyes volt, mert betolt a anyuka egy 6 napos kisbabát, 6 napos volt erre a nyitónapra, és mellette ott volt a 3,5 éves kisfia, és annyira jó volt, hogy tényleg az, hogy, és akkor mondtam, hogy természetesen nekik majd a ringató, vagy ez a baba-mamás délelőtt lesz jó, tehát hogy tulajdonképpen ők is megtalálják a maguknak való dolgot az étlapról, most ezt így mondom. Igen, ez akkor abszolút egy családi suli, ez a Lili suli. Ez teljesen család, és tényleg olyan a hely is, ugye ez egy 3 szobás villalakás, és tényleg olyan, hogy ilyen teljesen az ember, a gyerekek azt kérdezték, hogy én itt lakom, hát mondom, nem lakom itt, de hogy az jó, hogy ezt árasztja. Otthonos, nagyon otthonos, igen. Varázslatos, otthonos, el lehet árulni egy pár dolgot, hogy nálad mit tanulnak majd az idei tanévben a gyerekek? Igen, hát én ugye azt folytatom, amit a 6 színben, hál' Istennek egy kis magengem követ, ehhez majd érkeznek új gyerekek, és az lesz az érdekes nekem most, hogy ebben az új környezetben, az új térben, illetve ezzel akár az új adottságokkal, hogy van például a kerti kis színpadunk, kertünk, hogyan tudunk még többféle dolgot felvenni ugye az órák közé. 22-én indulnak a Színházi Világnapon, az én első csoportom, úgyhogy még
most is fokozatosan, folyamatosan lehet jelentkezni ott a honlapon az e-mail cím. Hogyan indult akkor a hétvégétek, mert egy nagy évnyitóra hívtad össze végül is a gyerekeket, szülőket? Hát nagy szerencsénk volt az időjárással, volt egy délelőtti etap, 10-től délig, és volt délután 4-től 6-ig, és azt kell, hogy mondjam, hogy én se vártam, hogy ennyien lesznek, illetve nagyon örültem, mert én ezt úgy is hirdettem meg, hogy ez egy ilyen családias, ismerkedő piknik. És tényleg az volt, hogy alig akartak akár a szülők, gyerekek hazamenni délbe, mert annyira jól érezték magukat, tehát elkezdték uralni a teret, a színpadot, Iván zenélt, kézműveskedni lehetett, közbe jelentkezni a tanfolyamokra, beszélgetni a tanárokkal. Tehát tényleg egy ilyen nagyon jó szombati nap kerekedett belőle. Hát akkor érdemes még gyorsan lecsapni a helyekre. Köszönöm szépen, Lili, hogy eljöttél hozzánk, és akkor jó munkát, meg sok vidám gyereket kívánunk neked.